Bár az utóbbi időben nem ünnepeltem meg minden évben a születésnapomat, a helyzeten nem változtatott, azért eljutottam én is oda, hogy elértem a nyugdíjkorhatárt, és hát ezzel együtt ugye nyugdíjba vonulok. Rimányiné Somogyi Szilvia éppen nálunk a Győr Plusz Televízió december 5-i konkrét című adásába jelentette be, hogy közel 3 évtized után távozik és nyugdíjba megy. Megpróbálkoztam, ugyanúgy kellett castingolnom, mint egy külsősnek, tehát ez abból zajlott, hogy fel kellett mennem az államtitkár úrhoz, ott volt egy személyes elbeszélgetés a munkáimról, terveimről, és ezt követően került az ügyem a nemzetgazdasági miniszter elé, és ő végül is mellettem döntött. Ő pedig az utód január 1-től Major Ernő a megyei kormányhivatal munkaegyi központjának vezetője, bár az új igazgató legutóbb az intézmény fenntartó központ első embere volt, igazi munkaügyi szakember. Különböző pozíciókat töltött be a munkaügyi igazgatásban, és jól ismeri a rendszert. Egyelőre nem tervez komoly változtatásokat a központnál, de megvannak az elképzelései, hogyan szorítsa még lejjebb a jelenleg 5% körüli megyei munkanélküliségi rátát. A jelenlegi gazdasági körülmények között először át kell tekintenünk az állományt, tehát az álláskeresők állományát, meg kell próbálnunk elsősorban a tartós munkanélküliek közül minél többet, illetve pályakezdők közül minél több embert elhelyezni az elsődleges munkaerőpiacon. A második lépcsőbe pedig meg kell próbálkoznunk azzal, hogy egy még személyre szóló, még jobb munkaadói kapcsolattartással a munkaadókat is meggyőzni arról, hogy minél több embert foglalkoztassanak hivatalosan. Az új vezér még javában költözködik itt a kormányhivatalon belül, de közben már az jár a fejében, mit is szeretne megvalósítani a következő időszakban. Major Ernő híradónknak azt mondta, nagy kihívásnak tartja megbízatását, amelynek megpróbál minden tekintetben megfelelni.